Veszprém testvérvárosa Sepsi-Szentgyörgy a Szentgyörgy Napok rendezvény sorozatra megtisztelő meghívást küldött a színháznak. A díszbemutatóra május 2-án hétfőn este kerül sor a szakszervezetek művelődési házában. Az utazástól a Városházán tartottak sajtótájékoztatót. Sepsi-Szentgyörgy város 550 éves fennállását ünnepli az idei évben, és van egy másik kerek évforduló, nevezetesen a Pannon Várszínház 10 éves működése, és ez a két szép kerek szám hozza, vagy hozta azt az apropót, hogy a színház meghívást kapott Sepsi-Szentgyörgyre egy előadásra, és egy nagyon szép előadással készülnek, és pedig az Omega az égi vándor, gondolom, hogy mindenki ismeri. A harmadik pedig a fontos, hogy nekünk Veszprém városnak nagyon fontos, hogy ezen a szép évfordulón a várost lehetőleg minél színesebben, minél sokrétűbben képviseltessük, ott legyünk, ott lehessünk, és ezért igazgató úr kérésére a város az ő rendezvényükre, illetve szereplésükre 150 ezer forint támogatást biztosít. A teátrum már tavaly is kapott meghívást, de nem tudott elutazni. Most azonban a feszített program ellenére vállalták a hosszú utazást. Nem csak mi Pannon Várszínház vagyunk ebben érdekeltek, hanem a darabot élő zenekar kíséri, az LGT emlékzenekar, aki meg egyébként is tőlünk függetlenül is meghívást kapott a Szentgyörgy Napok rendezvénysorozatára. Egyébként maga a fesztivál, a Szentgyörgy Napok is kereké fordulót ül, nekik 20. alkalommal sikerül létrehozni ezt a rendezvénysorozatot. Hihetetlenül bő a fesztivál program, és nagyon megtisztelő, hogy ebben vendégszerepelhetünk. A társulat vasárnap indul, majd az előadás után rövidesen útra is kelnek hazafelé, hiszen egy bemutató előtt áll a Pannon Várszínház, és javában folynak a próbák.